egész átverés, és nem tudom, hogy mondtam-e már, de többen néznek. Mondtam-e már, de a logó helye megváltozott, mert egy darabig bal oldalon volt, aztán most jobb oldalra került át, de lehet, hogy fordítva, mert ezt a szerkesztők sem tudták megmondani, meg ez végül is attól függ, hogy honnan nézzük, előről vagy hátulról, de minden esetre most lesz olyan anyag, amikor mind a két oldalon logó van, lesz, volt, szokott lenni, és ez egy szilveszteri műsor, némelykor több logóval, mint kellene, és szeretném, ha önök is megértenék, hogy ilyenkor a helyzetünk nem olyan rózsás, mint általában, mert szilveszterről lévén szó, nekünk még sokkal vidámabbnak kell lenni, mint egyébként. És mi vidámabbak is vagyunk. Gábor vagyok, és most én beszélek a hangommal. Ez egy best of jellegű adás indiánok számára, best of. Kacagjunk együtt újra Mónika megmunkázásán, Csonk András csúnya betegségén, lásd, kósza vírus fenn az égen, hazafelé száldogál. Madár erősnek hiszi magát, de aztán sír, mint huszár a lókolbász láttán. A Gerilla Grill kaszinóban játszik az életéért, Kadlott Karcsi konkrétan küld bennünket, nem is ám akárhová, a kedves mama jól van, köszöni Marsi Anikó, Holló Márta, Erős Antónia, Szellő István és Kell András pedig törnek és zúznak, mert nálunk ilyen a Én Gábor vagyok, és néha török. Ez volt az ajánlat. Ennek alapján egyértelmű, hogy önök meg fogják nézni ezt az egész műsort. Az RTL Klub belga nagyon-nagyon nagy főnöke Budapestre érkezik. Mondtuk mi mindenkinek annonós, majd akart utók a sztárokkal új. Mondtuk Vázára nagyon carefully vigyázni, nem ám break, I am Gábor. Emlékezni, szí. I'm so sorry. Mai témája, én mondom meg, mi lesz belőled. Legyen több diplomás tanult ember, vagy inkább irigyelt sztár váljék belőle. Az édesapa Iván szerint a jó pap holtig tanul. Viki, akinek a bőrére megy a játék, nem szól semmit. Claudia, az édesanyja pedig mindenáron sztárt szeretne faradni gyermekéből. És aki megpróbálja csitítani az ellentéteket, Mónika, akinek viszont fogalma sincs arról, hogy a kibeszélő showban ma este őt beszéljük ki. Claudia, tényleg elég szöges az ellentét, ahogy már hallottuk is Viki édesapjától. Te milyen nézeteket vallasz erről? Hát én mindenféleképpen szeretném, ha a lányom sztár lenne. Én nem akarom azt a lányomnak, amit én elszenvedtem a férjemtől, hogy amikor én megismertem őt, akkor folyamatosan ugye együtt voltunk. Nem tudtam, mi az, hogy együttlét, egy családi együttlét. Szerintem képtelen volt állni arra, azért, csak a tanulás, azért, onnan te értél, ott nem volt divat tanulni, azért nem kell. Már ne is haragudjál, a családi szennyes kifogod itt mindenki erőt beregetni. Az egy dolog, hogy én kurva voltam. Szerintem, Nyugodjunk meg. Ez a véleményem, mert... Most elnézést kérek, majd közben várunk. Ugye az előbb is említettem, hogy Viki egy nagyon okos és nagyon jó eszű, és nagyon szolgatok. De most ne haragudj, neked mi bajod van a sztársággal? Egyszerűen nézd a Mónikára, gyönyörű, szép, csillog, villog, jobbra, és meg tud élni belőle. Nézd, akkor meg mit akarsz még a gyereknek? Én azt gondolom, hogy ez a társának nevezett dolog, az egy eléggé tiszavirág életes mulandó dolog, ugye? Engedjétek meg, hogy... Hát nézd meg rám, 30 éves vagyok, egyszerűen nézd rám, tökéletes vagyok, amellett gyönyörűek, meg lehet fogni nyugodtan. Jó, akkor most, hogy mi milyen mulandóságról beszélsz, könyörű? Sem a hely nem alkalmas arra, most előbb beszéljünk, jó? Megmutatom neked 5000 szó, hogy a gyerekedet nem beszélünk erről, világos. Kérlek szépen, most bírjunk mi magunkra egy kicsit. Hagy tegyek hozzá annyit, most nem rólam szól a műsor. Én szerintem csupán a sztárságra feltenni az életét egy kicsit bizonytalan. Nem félted ettől a világtól? Nem igazán értem, hogy miért viselkedsz, milyen ellenségesen. Én nem viselkedsz, mert
te is egy nő vagy. Valahol te is egy nő vagy. Gondolom, egy családanya is vagy, nem tudok róla semmit. De egyszerűen nem értem meg, hogy a lányom a szépsége miatt miért nem lehet egy olyan sztár, mint te. Lehet. Ennek én semmi. Azt gondolom, hogy én sokat beszéltem a lányunkkal. Hát igen, de én szerintem legalább annyit beszélek vele én is, mint de te. De te folyamatosan gondol... közbe vár, mikor mi beszélgetünk. Hát, én annyira utálom, amikor marasságokat bocsánat, szóval ezt én nagyon nem szerettem, mert én azt gondolom, hogy az én annál többet nem adhatok a lányomnak, mint hogy felkészítsem az életre. Azt kéne egy picit észrevenni, hogy nem csak magadat, meg a lányodat égeted le, hanem engem is, meg a Mónikát is eléggé kínos helyzet. Nem hagyom magam. Nem olyan egyszerűen szeretnék-e választani, mert a férjem, amit mond, én nem vagyok benne biztos. Én azért gondolom azt, hogy nekem igazam van, bocsánatot kérek, biztosan tovább. De folyamatosan azt hiszel, hogy igazam van. Igen, azért gondolom azt, mert nem csak én gondolom azt, nem csak én mondom azt. Azért gondolom azt, hogy igazam van, mert... De most szerinted igaza van? Szerintem igazam van, mert nem csak én mondom ezt, hanem az egész, tehát a környezetemben, a családom, itt ül a most mi a felét pedálod? Ne felézzél, légy szíves, megmondtam, hogy csúnya szavokat ne használjunk a gyerek előtt. Tehát őt, de én nem használtam csúnya szavokat. De egyáltalán folyamatosan, kérlek szépen, kicsit hallgass már engem végig, jó? De most nem Kérem szépen, kérdezzük meg őt, hogy ő neki mi véleményre dolgo, hogyha lehet. Végülis a családban van, látja. Semmi köze nincsen hozzá. Abszolút, egy picit maradjál sem, meg kérlek szépen. Most hallgassuk meg akkor őt. Szerintem ez egy cirkusz, én csak sajnálni tudom szegény Vikit, mert évek óta látom már egy üglődését ebben a családban. Valamilyen szinten mind a két oldalról érzem, hogy terror alatt van, de én is azt támogatnám, hogy tanuljon, mert sztár amúgy sem lehet. Most te milyen fenéket popázol bele? Semmi jogod nincs hozzá. Pedig lassan már 30 év. Ha most az egyszer kicsit megfordulunk, nem fog sírni azért. Nem tudod felfogni azt, hogy gyereknek most mit ér ez a pici lány itt ebbe a pillanatban? Te gyereket? Ki akarsz? Hát ezt meg kell veszekedni. Mert mindenki azért. Nem szokott jönnek túltani, hogy akarsz kimenni, maradhatsz akarni. És én boldog vagy? Boldog vagy? Én nekem nem, de nem, de most már talán bizony miattam ment ki, szerinted kérlek szépen, segíts rajtam, könyörgöm, hogy szerinted miattam ment ki, én vagyok az okra. De miért kérsz tőle segítséget? Minek kérhetnék tőle segítséget? De még köztetek van valami? Hogy? Ne kérsz tőle segítséget, szerintem az elég jó. Nem tudom, hogy miért? Én nem tudom, mit képzelsz. Hogy fizettem volna már? Miért nem hofiózol a tézet engem? Vagy mit azon az embernek pénze van, mindjárt rögtön azt gondolt, hogy azzal érem mindent? Nem kérdezett neked ezért a műsorért. Hogy? Nem arról, hogy nem fizetett neked ezért a műsorért. Claudia. Hogy fizetett? Hogy fizetett? Szólhatok egy szót? Mi most, hogy őszintén mi van köztetek? Mi van most, azt várod tőle, hogy mentegetőzzek? Hát nem fog mentegetőzni. Semmi közül. Szombat estén! Bébe, azt gondoltál, hogy ez egyetlen nő a világon? Most még nem tudom mit kérdezni, legyél olyan okos, amilyen vagy! Mióta dugod a Mónikát? Aki ezt kívülja, az minden szívét. Tessék! Nézd meg a feliratod! Szeretlek, kedves! Gyönyörű voltál! Gyere ide! Köszönöm!